Köszöntjük Önöket ismételten, ahogy hallhatták, Baró Györgyel fogunk emlékezni, Kirizsó Szilviával a következő percekben. De előtte nézzünk meg egy nagyon rövid és nagyon megható néhány másodpercet. Most azt fogják látni, ahogy január 7-én az RTL Klub műsorában magyarul Baró Györgyel, tehát saját műsorában elköszön Baró György. Még valamit mondanom kell. 4 évnyi napi műsorkészítés után pihenésre és kezelésre van szükségem, ezért ezt a műsort saját kérésemre az RTL holnaptól szünetelteti. De azért viszontlátásra. Nehéz megszólalni, és sajnos nem volt már viszontlátása utána. Mi az, ami neked így elsőre eszedbe jut Baró Györggyel kapcsolatban? A legeslegelső az, hogy én 2001. szeptember 8-án kerültem az MTV-be, 3 nappal a szeptember 11-i események után, és a folyosóról néztem, ahogy Gyuri és Betlen János közvetítenek élőben erről a borzalomról, és egyszerűen olyan mértékben beleégett az agyamba az a kép, hogy mennyire fókuszáltan, angolul, magyarul, figyelve arra, hogy egyébként mikor kell megszólítani a szakértőket, a riportereket, hogyan kommentálja az eseményeket, hogy végig fordította azt, amit a CNN-en lehet látni, tehát hogy valami hihetetlen felkészültség és szakmai alázat volt az arcán, és elképesztő jó érzés volt azt mondani, hogy innentől kezdve én a kollégája vagyok. És akkor, amikor te ugye váltásban is vezettél vele műsort, tehát volt olyan nap, amikor te vezettél, és volt, amikor Baló György. Én gondolom, hogy a nagy megtiszteltetésem kívül, mellett azt hiszem, hogy talán ez a legnehezebb, hiszen mindig valakit valakihez mérnek, és hát Baló Györgyhöz mérni, felesleges udvariaskodás nélkül mondom azt, hogy az tényleg valamilyen embert próbáló is. Az a helyzet, hogy nekem nagyon sokszor mondták erényemként, hogy milyen felkészült vagyok. És úgy belegondoltam abban, hogy mondjuk ezzel annyira nem voltam soha az életben olyan felkészült, mint Gyuri, és nem csak a 30 éves élettapasztalata és szakmai tudása, ami forja volt, hanem valami olyan pengeagya volt, olyan rálátása a dolgokra. Tehát amit elolvasott, az egy dolog, hogy mindenben nem maradt a fejében, nekem ez sajnos nem erényem, tehát nekem így kimennek a dolgok, de hogy ő rögtön tudott rendszerbe foglalni mindent. És azt gondolom, hogy újságíróként ez volt a legnagyobb erénye, hogy nem csak beszélgetett, nem csak kérdéseket tett föl, hanem látott egy rendszert, és ezt a rendszert szerette volna megmutatni a nyilvánosságnak. Igen, mert lehet, hogy te abból 120%-kal felkészültél, hogy mondjuk tegnap mi történt a parlamentben, csak neki olyan 30-40 évnyi háttértudása volt, hogy valami behozhatatlan. Vannak ilyen emberek, tehát ez szerintem egy olyan adomány, amivel nagyon kevesen rendelkeznek, hogy mindent eltárol az agyuk, mindenre emlékezik, és mindent be tud rakni egy struktúrába, és mindenről tudja, hogy mi mivel függ össze. Én szerintem ezt tette őt a hazaiságírás legnagyobb alakjába. Én kimondom, hogy szerintem Magyarországon ő volt az újságíró, és vannak persze nagyon jó újságírók és felkészült újságírók, de Gyuriban valahogy egyesült minden, amihez kell. Ráadásul olyan személyisége volt, hogy úgy tudott kérdezni, hogy nem lehetett rá haragudni. Tehát ezért biztos emlékeztek arra a tekintetére, hogy nem is lehet utánozni, ahogy itt kérdőn nézett. Nem mondott semmi, de abban egyébként minden benne volt. Ma reggel itt volt Bősz Anett politikus, aki azt mondta, hogy neki nagyon nagy álma, vágya volt, hogy egyszer őt meghívja a műsorba. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az is egy rangot jelenthetett, hogyha valaki a műsorában volt vendég. Én ezt egyébként maximálisan így gondolom, tehát szerintem minden riportalajnak az a legfontosabb, hogy egy olyan riporter üljön vele szemben, aki tud és akar kérdezni. Szélesíthetem annyiban a spektrumot, nyugodtan vitatkozz velem, vagy ne érts velem egyet, de úgy azt mondod, hogy a magyar újságírás legnagyobb alakja, én pedig azt mondom, hogy ő maga volt a közszolgálati újságírás, akár kereskedelmi tévében, ugye éppen az RTL felvételeit láthattuk a műsorát, ő volt a közszolgálati újságírás. Akkor, amikor a magyar újságírást egyik, másik, harmadik oldalról, politikai oldalról is szétkapkodják, megítélik, most, amikor búcsúzunk tőle, a megemlékezésekkor, a gyász pillanatában úgy látom, hogy minden politikai oldal, azok a politikusok, akik bármelyik oldalról megszólaltak, és a szakma minden egyes képviselője is, egységesen a nagy tudású, a kiegyensúlyozott, a közszolgálati újságírót búcsúztatja, tehát hogy gyakorlatilag nem volt az a mérlegelés, ez most ilyen oldali, olyan oldali, hanem Baló Györgyöt búcsúztatja. Bele általában szeretek vitatkozni, de mondjuk ebben nem tudok, tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy Gyurival a közszolgálati újságírás tartó oszlopa
esett ki, tehát gyakorlatilag ő volt az, aki most nem mondhatom, hogy jóformán egy szemében próbált harcolni mindennel, ami közszolgálati újságíróként az embereknek fontos lehet, úgyhogy egyedül maradt azért ebben a küzdelemben, ami jól jellemzi ezért a hazai viszonyokat. Mi ugye egy időben is voltunk az MTV-ben, amikor Baló György kollégái voltunk, és azért én emlékszem rá, hogy nem csak kis gyakornokként, hanem már rutinosabb újságírók is azért nagyon-nagyon tartottak tőle. Egy nagyon kemény ember volt, de ha valaki kivívta azt, hogy ő elismerte őt kollégájaként, újságíróként, az egy hatalmasan nagy szó volt. Tehát ő igazából a szakmánknak nagy oktatója is volt, ha jól érzem. Miközben mindig elmondta Gyuri, hogy igazából nem tudja, hogy mitől működik egy újságíró, mert vagy van személyisége, vagy nincs, tehát hogy úgy tanított, hogy igazából próbáltad ellesni azokat a szakmai fortélyokat és trükköket, amiket használt. Nekem szerencsém volt, mert nekünk soha nem volt semmilyen konfliktusunk egymással. Ugye 2001-ben kerültem oda, és tulajdonképpen a szakmai egymásra találásunk az a 2002-es választási műsor kapcsán történt, amikor ő volt a műsorvezető, én pedig egy tudósító voltam, az MSZP székházából tudósítottam, és valahogy ott a próbák, és aztán kvázi az élő műsorban vagy elkezdtem azt érezni, hogy komolyan vesz, és ezt utána minden módon érzékeltette, jóban voltunk, lehetett vele egyébként olyan érdekes, ezt nem is gondolnák az emberek, pletykálkodni. Tehát néha szeretett pletykálkodni, és ott is benne volt a kis pajkos mosoly a tekintetében. Na, ezt kevésbé tudjuk róla elképzelni, valóban ő nem az a pletykálkodós típus. Igen, mert azért, ez a szakma és ez a szerep, hogy politikai újságíróként és közéleti újságíróként tevékenykedsz, és nagyon fontos ügyek feltárásával foglalkozol, azért ad egy olyan rendszert a testednek, a testbeszédednek, amiben nem biztos, hogy bele tudod azt képzelni, hogy egyébként a folyosón vele milyen jól lehetett beszélgetni. Különben volt egy nagyon érdekes élményem. Gyuri igazából szerintem soha nem fogalmazott meg igazából kritikai véleményt, feltett egy kérdést, várta tőled a választ, és utána a kicsit olyan mosolygós tekintetéből úgy megállapítottad, hogy most elfogadta ezt, vagy sem, és aztán utána neked az a dolgod volt, és mentél intézni, igen, amit vagy kellett. Azt gondolja, hogy ez borzalmas. Önmagában mi az a titok, amely, és akkor felsorolhattam a Rózsa díjat, a Balázs Béla díjat, Prima Primissimát, Pulitzer, de innentől fogva a nagy színpadok fényes díját adó gáláitól a paródiákig, amelynek ő főszereplője volt, vagy az interjúkig, amelyben vágyott rá a politikus, hogy hozzáüljön be, pár tudja, hogy nem fogják megsimogatni az arcát, hanem kemény interjú lett. Mi volt az az intézményi titok, hogyha Baló Györgyöt így intézménynek is hívom, amely alapján elfogadta gyakorlatilag mindenki? A keménységével, a szikárságával, a néha akár mondhatom azt is, hogy túlzottan kemény kérdéseivel. Azt gondolom, hogy pontosan az, amiről eddig beszéltünk. Ő nem megalázni akart másokat, ő ügyeknek akart utána járni. Nem ítélkezett, soha nem magát helyezte előtérbe, hanem mindig a nézőket képviselte. Tehát maga a testtartás, tehát hogy gyakorlatilag az egész teste azt sugallta, hogy oké, hogy ő ül ott a stúdióban, mint a riporter, de ő nagyon sok embert képvisel a kérdésével. És szerintem ez volt, azt gondolom, hogy a fő titka, plusz az, hogy olyan kisugárzása volt, amit egyszerűen nem lehet tőle elvitatni. Most, hogy mondjam, ha hallgattuk a beszédét, ami egy nagyon jellegzetes volt, akkor nem azt lehet mondani, hogy na hát a beszédtechnikai tanárok csodálták a beszéd stílusáért, de amit a képernyőn keresztül sugárzott magáról, átjött egyszerűen az agya. Nem lehetett rá nem odafigyelni, nem lehetett a kérdéseinek nem utána gondolni, nem lehetett úgy várni a választ, hogy na erre vajon mit fog mondani a másik, és ő erre vajon hogy fog reagálni. Tehát egyszerűen azt gondolom, hogy ettől lehetett intézmény, hogy soha nem magát helyezte előtérbe, hanem a témát és a riportalanyt kínált a tálcán, ha úgy tetszik a közönségnek, és ez azt jelenti, hogy nem volt soha szereptévesztésben. Arról bocsánat, az meg, hogy valaki ennyire a szakmájának éljen szenvedélye, szerintem az is nagyon-nagyon ritka. Mindent erre a lapra tett fel, és mindent ide tolt be. A szakmájának élt 120%-os szenvedélye, de ő tényleg nem akarta magát soha előtérbe helyezni. Ő mindig egyébként azt mondta magáról, hogy ő egy nagyon-nagyon jó szerkesztő. És lehet egyébként, hogyha úgy alakul, akkor máig a nézők nagy része nem tudná, hogy ki ő, mert csak adások végén ki lenne írva a neve, és egyébként nagyon jól felkészíteni a műsorvezetőket. Csak aztán hozzátette, hogy igen, ő egy nagyon jó szerkesztő,
és mindig eljutott arra a pontra, hogy rájött, hogy de hát adásban is ő tudja ezeket a kérdéseket a legjobban feltenni. Hát tehát ő nem akart látszódni, csak így alakult, hogy ez volt a legjobb. De hogy mennyire nem akart látszódni, tehát azért úgy nézted a folyosón, ahogy közlekedett, tehát szinte a fal mellett, szinte észrevétlenül. Mindig mindenkinek előre köszönt, mindig mindenkihez volt egy jó szava, tehát hogy én nagyon-nagyon szerettem őt. Hogyha már azt mondtuk, és szerintem ebben egyetértünk, hogy valóban egy intézmény volt az újságíró társadalmon, de talán mondhatom azt, hogy a közéleten belül is. Minden országnak megvannak azok a legendás újságírói. Most, hogyha az amerikai tévézést mondom, Peter Jennings vagy Tom Brakol, akinek van egy valamiféle öröksége. Szerinted a magyar társadalom mit tudna ellesni? A magyar újságírók mit tudnának tőle, mondjuk úgy, hogy tovább vinni, ami a legnagyobb érték lenne? Nem tudom ezt már tovább ragozni, mert szerintem a legfontosabb az, hogy van valaki, aki szinte szélmalomharcot vív a berögzült struktúrák ellen, akinek az tényleg az egész munkássága arról szól, hogy egy újságíró feladata igenis az objektív tájékoztatás. Ezért van az, hogy ő nem volt elfogult ezzel az irányjal, meg azzal az irányjal sem. Ezért van az, hogy hol innen támadták, hol onnan támadták. Tehát most mondhatjuk, hogy a halála után minden párt megemlékezett róla, és nagyon szépeket mondott, de azért lehet, hogy emlékeznek még páran akkor arra is, amikor éppen szidalmazták innen-onnan. De ő ezt is méltósága viselte. Tehát, hogy egyszerűen én azt gondolom, hogy amit el lehet tőle tanulni, hogy ha valamiben hiszel, azt következetesen végig kell vinni, és ha újságíróként tevékenykedsz közéleti témákban, akkor teljesen mindegy, hogy 4 évenként te hova teszed az X-et, mert egész egyszerűen egy újságíró feladata a következetes számon kérés. És ő még egyébként azt szokta mindig mondani, nagyon egyszerűen fogalmazta meg, hogy érdekeljen téged a téma. Hát arról nem is beszélve. Érdekeljen téged a vendég, tehát hogy nem olyan ördöngösség egyébként a mi szakmánk. Ha érdekel minket az, amiről az alany beszél, akkor ez egy jó beszélgetés lesz. Őt például ezt tanította, és őt azért általában érdekelte. Hát ott mondjuk minden érdekelte. A sport legalább annyira, mint a politika. Minden, de hát ugye gyakorlatilag szerintem ő lépett be először a 21. században. Tehát amit a digitális televíziózásból tudott, vagy lehetett, hogy mindennek utána ment, minden a háttérmunkától kezdve, a műsorvezetésen, szerkesztésen, gyártáson át, tehát hogy elképesztő felkészült volt. Szilvia, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy így emlékeztél, hogy elmondtad nekünk mindezt. Tegnap elhunyt Baló György, Pulitzer emlékdíjas, Prima Primissima díjas, Rózsa Ferenc díjas, Balázs Béla díjas újságíró, a Közszolgálatiság igazi intézménye. Újságíró volt, legenda lett, hiányozni fog. Mindannyiunknak hiányozni Isten fog, és a közéletben is, és a magyar médiában.